Bogyoros chips 166 forint, top kóla, az is kb. Ilyen 150 forint. Nagyon rossz. Ez tényleg nagyon rossz. Egyébként nem találkoztam még 1000 forinton felüli dologgal. Csirkemellfilé 1 kg 1854 forint. Talán az elmúlt hétben már hallottak arról a felreppent hírről, miszerint érkezik hazánkba is az orosz fapados aldi. A Mere elméletileg hazánkban az első évben közel 20 boltot kíván nyitni, az első 3 évben 300-at, illetve 700 milliós árbevételt kíván generálni, és rendkívül olcsó. Elméletileg, hiszen a bolt nyitásáról Magyarországon hivatalosan még nem tud senki. Sem a világgazdaság illetékes kormányzati és piaci szereplői, sem az orosz kiskereskedelmi szaksajtóban sincs nyoma a terjeszkedésnek. A diszkontláncnak máig nincs se PR, se sajtó, se semmilyen kommunikációs osztálya, és a honlap is kicsit átláthatatlan. Az Economic szerint, amikor a Mir 2019. januárjában Lipcse külvárosában nyitott üzletet, a környékbeli kedvezményvadászok azonnal oda sereglettek, a takarékos németek 2 nap alatt gyakorlatilag az utolsó szögig felvásárolták az üzletet. Olyannyira, hogy a többek között olcsó tésztát, konzervet, bort, szappant és egyéb háztartási árukat kínáló boltot váratlan áruhiány miatt be is kellett zárni. Kula településén, Szerbia területén pedig megnéztük a legközelebbi boltot. Ha tetszik ez a videó, lájkold, írj kommentet és iratkozz fel az Index YouTube csatornájára. Villanykörte 62, 63, ez kb. 200 forint egyébként, 2334 forint egy egész szerszámos láda. Micsoda? Cipőcske, gyerekcipő, 3400 forintos gyerekcipő. Mondjuk ilyeneket egyébként szerintem lehet kapni az Aldiba is, meg a Lidlbe is. Nagy kiszerelésű mosópor, 2754. A 9 kilós, ez ilyen színes, ilyen flower. Egyébként az egész helynek egy szimpla raktár feelingje van. Ipari szappan szeretnénk, akkor az 817 forint. Ez inkább úgy néz ki, mint egy hűtővíz lenne. Az egész szerkesztőség ezzel fogja most 8 hónapig a kezét. 79 dinár, ez 260 forint körülbelül, ez az 1,3 literes mosogatószer. Azzal is jól jár, de ez Peri. Peri Apple. Ez is kb. 600 forint. Nagy hipermarketekben 2-3 ezer forint alatt én nem annyira láttam légfrissítőt. Cseréljük, gyerekek. Találtam az 1,3 literes helyébe egy 5 literes mosogatószert inkább, és ez csak a 2,5-szerese. Viszont mennyiségre ugye meg majdnem 4. Szemetes zsák 10 darab 120 literes 300 forint. WC illatosító 4 darabos Ultra Set 800 forint. Egyébként nem találkoztam még 1000 forinton felüli dologgal. De mi az olcsóság titka? Például a politán környezet. Az orosz diszkontlánc spártai árpolitikájának az is komoly fegyvere, hogy meglehetősen szigorú a beszállítókkal, vagy kevésbé ismert márkákat forgalmaz. A Svetofor Mir egy kevésbé bevett módszerrel is alacsonyan tartja az árakat, a beszállítóktól előszeretettel vesz át nyomott áron viszonylag közeli lejáratú termékeket, amelyekkel más kereskedelmi láncok már nem kísérleteznének. A boltoknak például egyáltalán nincsen reklámköltése sem. Az árakat pedig 20-30%-kal alacsonyabban tudják tartani, és ezzel az orosz lakosság legszegényebb rétegeit is ki tudják szolgálni. Találtam ilyen szőlőpáleszerűt, 1 literes, 45%-os alkoholtartalmú van, szilvás is, viszont a durva műanyag PET-palacban van, szóval biztos, hogy nem egészséges, de 1320 forint, hát figyelj, pálinkát, még hogyha ugye nem házi, hanem gagyit is nézünk otthon, pontosabban boltit, amit azért nem igazán szoktunk fogyasztani, én 3-4 ezer forint alatt nem láttam még, pláne nem 1 litereset, hanem a 0,7-eset. Narancs, nem a legszebb azért, néhol kicsit hibás, de 370 forint. Csirkemellfilé 1 kg 1854 forint. Mirelit pizza az kb. 500 forint, viszont nagyon szarul néz ki. Paradicsom konzerv 320 forint. Chili sauce csak 100 forint. Gyakorlatilag annyira le van ülepedve az alján itt a sűrűje, vagy a seprű, ahogy a borászok mondják, hogy itt már igazából csak a tartósítószert láthatjuk. Biztos, hogy fel kell rázni, használt előtt ráírják. 36 darabos tojás, 1400 forint. 36 darabos. Ez hátul egyébként egy ilyen hűtőház rész, ahol ilyen maffia filmekben szoktad látni általában. De ott itt van az összes húsárú, vésli, szalonna, itt viszont minden van, de én olyan színhúst annyira nem látok. Szóval az nem jellemző egyébként, inkább a különböző daráthúsok vannak. Mindenféle kolbász, ilyen-olyan töltelék. Kicsit még tikszaros az oldala, de otthon sem más. Tonhal konzerv 333 forint, 160 grammos. Hát ezekből a nagymárkákból szerintem a 4-5 darabos szokott lenni, majdnem 2-3 ezer forint. Úgyhogy annak még a negyede sem 300 forint. Görög joghurt, ultra kiszerelés. Ez ilyen 1 kilós, 246 forint, érted? Azért ezt nem nevezném feltétlenül trapistának, ez 946 az 1 kilós sajt. Szerintem most 2500-ért láttam ezeket a legjobb kiszerelésben jelenleg. Viszont tehát ez ilyen, ezt nem nevezném trapistának, szerintem ez ilyen pizza
pizzára való gigavirsli. Jézusom, 787 forint, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 darabos. Nem vennéd meg? Nem én, vonzó. Azért a virsli ez egy olyan dolog, amiben Isten tudja, hogy mi van. Egy kilós, nem feta sajt, de tudjátok, ezt a krémfehér sajtot szokták ilyen feta sajthoz hasonlítani, az 950 forint, de majdnem egy kilós, 900 gram. Hát ebből szerintem ilyen 200-300 grammot szoktál kapni körülbelül otthon. Menjünk ki, mert megfagyok! Bogyoros chips 166 forint, top kóla, az is kb. Ilyen 150 forint, körül van a 2 literes, 700 g-os fusszili tészta, 350 forint. 1 literes energiaital, 350 forint. Hát ennek az egyharmada, ugye mértékben otthon, a márkásból körülbelül 300 forint körül van. De hát ez egy méreg, szerintem. Hölgyeim és uraim, túlléptük a költséghatárt, 4860 dinár költöttünk, ami kb. 16000 forintnak felel meg. Viszont tényleg ilyen ipari dolgokat vettünk. Szerintem ez a bevásárlás azért egy 30000 forint lenne otthon is, még akkor is, hogyha egyébként nem feltétlen márkás dolgokat vettünk, viszont mennyiségre rettentően sok. Tehát akár csak a tojás, a WC papír kilós árak, amelyik 3 óra hazáig energiaita. Úristen, nagyon rossz. Ez tényleg nagyon rossz. Volt régen egy hipermarketben egy ilyen giga méretű energiaital, talán még emlékeznek, egy hígyó volt rajta régen. Azt hittem, hogy olyan lesz, de nem. Szóval annál ilyen még tuttifruttisabb, még tartósítószer ízűbb, nagyon édes, ez borzasztó, de biztos, hogy tele van mindenféle dologgal, ami szétveri a szívemet. Ez a szagát? Pedig 2-3 méterre állsz. Nem kóstizod meg? Gincsi-fincsi. Chipset tudunk most is tesztelni. Ez jó. És 150 forint, és, bocsánat, nincs tele levegővel. Jó, tehát nagyjából annyi van, mint amennyire számítasz, és nem az van, mint amit mostanában látunk, hogy gyakorlatilag eddig van. És a többi pedig levegő. Csökkentett mennyiségtartalmú, vagy hogy szokták mostanában kiírni? Na, ez nem az. Na, én ettől nem várok sokat, viszont egészen lágyom volt rajta. Tehát, hogy ez olyan, mintha már valaki megkóstolta volna. Illatra jó, totál kóla illatú. Az oké. Okay. Nem annyira szénsavas, mint kellene, de ez jó. Ez tök oké. Okay. Ez kiváltja abszolút. Mint hogyha hiányozna a teteje. Ja nem. Légfrissítő. Jó. Teljesen. Hát nem tudom, mennyire tartós. Próbáljuk ki a chili sauce-t. Higiénikusan. Állagra még mindig folyik az egész, ezt nem tudom pontosan, egyébként ízre jó. Hát engedelmentekkel, mivel 5 órája itt állunk a ruszkai határnál, ezért a csirkét, a sajtokat, illetve a mirelit pizzát már nem fogjuk otthon kipróbálni. Összességében a tapasztalatom és a személyes véleményem az a diszkontlánccal kapcsolatosan, hogy inkább háztartási dolgokat vásárolnék, semmint élelmiszert. Ha viszont élelmiszert, akkor inkább nagy mennyiségben és menzára, közétkeztetésre, vagy valamilyen kifőzdébe szánt árut. Hát tetszik ez a videó, lájkold, írj kommentet és iratkozz fel az Index YouTube csatornájára. Igen, itt vagyunk. A húst végül nem is higiéniai okokból nem kóstoltuk meg, hanem mert kidobatták velünk a határon a tojással és a tejtermékekkel együtt.